Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Nem elég jó minőségű az ivóvíz, 4 település felújítaná a víziközmű rendszerét. Beismerte, bűnösnek vallotta magát a halálos balesetet okozó buszsofőr. Letöltendő, 2 évre börtönbe megy egy paksi csaló. Figyelemfelhívás, autóra szerelhető vadriasztó sípokat osztottak a rendőrök. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Felújítják 4 tolnamegyei település víziközmű rendszerét. Bátaszék, Báta, Alsónyék és Pörböly közösen nyújt be egy pályázatot a több mint 70 millió forintos fejlesztésre. Már néhány évvel ezelőtt volt ivóvízjavító program ezeken a településeken, a csőcserék nem történtek meg, így sok helyen kifogásolt minőségű a víz, ezért van szükség a beruházásra. Itt a Garai utcában kezdődik meg a víziközmű rendszer felújítása Bátaszéken, amennyiben az ehhez szükséges forrás egy részét elnyeri az önkormányzat egy pályázaton. A nettó 24,5 millió forintos beruházáshoz a településnek 7 millió 600 ezer forinttal kellene hozzájárulnia. Bátaszék a mostani pályázatot Alsónyékkel, Bátával és Pörbőjjel közösen nyújtja be. Úgy gondoltuk, hogy mielőtt a Garai utca egyébként is 2019-ben zajló rekonstrukció megkezdődik, amíg hátra lévő mintegy 505 folyóméternyi szakasz felújítását szeretnénk megoldani. Ezen a szakaszon kicserélésre kerülne a régi 1961-ben épült aszbesztemencső, illetve valamennyi házi bekötés megújulna a mai korszerű műanyag csöves rendszerbe. A korábbi ivóvízjavító programban, amiben szintén ez a 4 település vett részt, épp a régi csöveket nem cserélték ki. Így a kristálytiszta víz az előregedett rendszerbe megy bele, emiatt az íze sem jó, mondja Dózsa Pál Tibor, Alsónyék polgármestere. A szűrővel rendelkező háztartásoknál állandó szűrőcsere van, ahol nincs, ott van, amikor üledék van a vízben, és akkor megkapjuk azt, hogy hát milyen minőségű vízünk van, hogyha elvileg rosszabb, mint a korábbi. Na most azért azt tudni kell, hogy Alsónyék esetében 63-ban épült a vízhálózat, tehát mindenképp korszerűtlenek a csövek. A felújítás Bátán a 10 kilométernyi víziközműből mindössze 700 métert érintene. A 31 millió forintos felújításhoz az önkormányzatnak közel 10 millió forinttal kellene hozzájárulnia. A település vezetése fontolgatja, hogy megduplázza a felújítandó hozt. Ha a képviselőtestület megszavazná az önerőt az 1400 méterre, akkor első olvasatba eljutnánk a központig a Báta táblától, ami nagyon fontos lenne. A településeknek február végéig van lehetőségük benyújtani a pályázatot az összesen több mint 70 millió forintos fejlesztésre. Folyamatosan nőtt a munkanélküliség tavaly az év első háromnegyedében Tolna megyében. A KSH adatai szerint míg 2018 márciusáig 1,6%-os volt, addig a második negyedévre már elérte a 2,2%-ot, a harmadik negyedévre pedig a munkaképes lakosság 3%-ának kellett állást keresnie. A statisztikai hivatal adatai szerint viszont Tolna megye így sem áll rosszul, a dél-dunántúli régióban itt a legmagasabb a foglalkoztatottság. 2020-tól már jár a GYED azoknak a nevelőszülőknek is, akik 2 év alatti gyermekeket nevelnek, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A nevelőszülői hivatástámogató kormányzati programmal azt szeretnék elérni, hogy bátran jelentkezzenek nevelőszülőnek, akik elhivatottságot éreznek az iránt, hogy segítsenek egy családon vagy gyermeken az átmeneti neveléssel. Megtartották az első tárgyalást abban a perben, ami egy busz és egy személyautó halálos kimenetelű balesete miatt indult. Az áldozat egy ismert focista volt. A balesetet okozó busz sofőrje elismerte a bűnösségét. A kereszteződésben mindenhol az összetörött személyautó darabjai hevertek, tőlük néhány méterre pedig a balesetet okozó kis busz látható. A képeket a rendőrök készítették 2017. november 8-án a 6-os út Fácánkerti elágazójánál. A személyautóban 3 utaztak, közülük a legfiatalabb férfi egy ismert tolnamegyei focista a helyszínen meghalt.
Halálnak közvetlen oka a háti gerinc halántörése, a következményes gerincre összekadások hozta heveny lévesztés és sok volt. A sérülések és a halálos eredmények között közvetlen okozati összefüggés állapítható meg. A balesetet a menetrend szerint közlekedő buszt vezető hivatásos sofőr figyelmetlensége okozta. Mielőtt a főútra kikanyarodott, nem állt meg a stop táblánál, ezért csapódott bele a szakértő szerint szabályosan 90-nel haladó autó. A buszsofőrje most elismerte a bűnösségét. A vád állításait elfogadja-e? A bíró ezután elvileg már most ítéletet hirdetett volna a halálos kimenetelű közúti baleset okozásának vétségével vádolt férfi ellen, ám a vádirat nem tért arra ki, hogy a balesetben a személyautó két másik utasa is súlyosan megsérült, közülük az egyik utasnak pedig lebénult a keze. Emiatt az ítélet hirdetés előtt be kell szerezni az ezzel kapcsolatos orvosszakértői véleményt is. 2 év letöltendő börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki a vád szerint paksi időseket vert át és pénzt csalt ki tőlük. Volt olyan áldozata, akitől többször is kapott pénzt, összesen 1.740.000 forintot szerzett, amit nem adott vissza. A bíróság egyesítette az ügyeket, majd bűnösnek mondta ki a csalót, az ítélet jogerős. Volt, hogy vakuval, de volt, hogy anélkül fotózta magát a tükörben a fiatal férfi a közösségi oldalra, a vád szerint több paksi nyugdíjastól is csalt ki pénzt éveken keresztül. Egyik áldozata ebben a házban lakott, elhitette vele, hogy távoli rokonok. Kórházi kezelésekre és vállalkozás beindítására kért kölcsön az idős férfitől, aki jóhiszeműen összesen 1.740.000 forintot adott neki, de vissza nem kapta. Az átvert férfi szomszédja még ma is jól emlékszik a kéregetésre. Jöttek ide hozzá. Mikor ellopták a pénzt, húsvétkor jöttek hozzá, hogy adjon nekik, és akkor mondta a Pista bácsi, hogy hát még nem kaptam meg a nyugdíjat. A csalónak több ügye is volt, telefont vett el, amivel 40.000 forint kárt okozott, de pénzt és pénztárcákat is lopott, mind a kétszer 60.000 forint volt a kár. A bíróság egyesítette az ügyeket, és nemrég bűnösnek mondta ki a paksi csalót. A paksi járás bírósága vádlottat csalás büntette, és több rendbeli csalás büntette, illetve vétsége miatt halmazati büntetésül ítélte el 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre. A továbbá kizárta a feltételes szabadság kedvezményt. Is a vádlottat, és elrendelte egy korábbi felfüggesztett 8 hónap börtönbüntetésének utólagos végrehajtását is. Az idős férfitől kapott pénznek csak egy részét költötte el a csaló. A házkutatáskor körülbelül 1.100.000 forintot megtalált otthonában a rendőrség. Az idősek egy másik korszakból érkeztek, ahol talán több volt a bizalom, és kölcsönösen is egymásra jobban odafigyeltek. A paksi rendőrkapitány nemrég arról beszélt egy szépkorúaknak tartott programon, hogy miért esnek könnyebben áldozatul a csalóknak. A mi területünkön ez nem jellemző, de az ország más területén azért elég sok olyan bűncselekmény éri őket, amit nem szeretnék, hogy pakson vagy a paksi járásban előfordulna. Az ítéletről szerettük volna megkérdezni a csaló hozzátartozóit is, de senki sem nyitott ajtót. Lezárják az M6-os autópálya Bátaszék térségében található aljelű alagútját csütörtökön reggel 9 óra és fél 10 között, erre figyelmeztet a rendőrség. A lezárásra üzemeltetési és karbantartási munkálatok miatt van szükség, kerülő útnak a 6-os utat javasolja a rendőrség. Erdőlátogatási tilalmat rendeltek el jövő héttől a Gemenci erdő teljes területén. A tilalom egészen március 14-éig tart. A korlátozásra a vadászati szezon miatti esetleges veszélyhelyzetek elkerülése érdekében van szükség. Elfogyott a hazai termesztésű burgonya az országból, ezért a termék ára az egekbe szökött. Egy év alatt az átlagos 80 forintról mostanra 140 forintra drágult egy kiló krumpli. A hiány egyébként nem újszerű jelenség, szinte minden évben januárig tartanak ki az itthon termesztett készletek. Szakértők szerint ez a folyamatosan csökkenő vetésterületnek, valamint az alacsony tárolókapacitásnak tudható be. Rengeteg programmal készül az idei évre a Szekszárdi Sportközpont. A közhasznú szervezet idei eseménynaptárának tervét a Város Humánbizottságának tagjai legutóbbi ülésükön fogadták el. Csillagné Szántó Polixéna, a bizottság elnöke az ülés után azt mondta, egyre aktívabbak a városban rendszeresen sportoló közösségek. Eddig 92 már előre eltervezett sporteseményről tudunk, de természetesen ez folyamatosan változik pozitív irányban. Tehát még számítunk rendezvényekre, fontos az összehangoltság, ne legyenek ütközések, és minél több résztvevő legyen.
Saját tűzifájából adott egy idős helyi nőnek a kurdi körzeti megbízott. A rendőr ősszel határozta el, hogy a településen élők közül valakinek segíteni fog a fűtési szezonban. Egy erdőrészt is vett, ahonnan saját maga vágta ki a több mint egy köbméter fát. Ezután pedig szintén saját költségén el is szállította az idős nőhöz a tüzelőt, amit egyedül pakolt le a kocsiról. Autóra szerelhető vadriasztó sípokat osztottak a rendőrök Szekszárd és Kakast között a szabályosan közlekedő sofőröknek. Az akcióra egy figyelemfelhívó program részeként került sor. A rendőrség munkatársai így akarják figyelmeztetni az autósokat arra, hogy azon az útszakaszon rengeteg a vadak miatti baleset. Lakcímkártyát legyen kedves. Köszönöm. Az iratokat ellenőrizték le először a rendőrök. Ekkor még nem tudták az autósok, hogy azok, akiknél mindent rendben találtak, ajándékot is kapnak. Egy az autó első lökhárítójára szerelhető vadriasztó sípot. Jó, és akkor fogadja tőlünk sok szeretettel. Ez a férfi azt mondta, gyakran közlekedik erre, és többször látott már vadakat is az úton átszaladni, ezért igazán jól jött neki a riasztó síp. Én nagyon sokat járok erre, nem személyautóval, vagy teherautóval, éjjel is, hajnal is. Őzek, szarvasok, a vaddisznót is sokat láttam. Autómentőként dolgozik ez a fiatal férfi, nála is rendben voltak az iratok, ezért neki is járt az ajándék. Szerintem hasznos lehet, mert igen sok baleset ez begyünk, ahol vadat gázolnak személyautóval, mint ugye látjátok, ugye autómentővel is, tehát szerintem sokat fog számítani. A rendőrök azért éppen a hatos úton Szekszárd és Kakas között adtak az autósoknak vadsípot, mert itt rengeteg a vadak miatti közlekedési baleset, ami elsősorban amiatt van, mert az út végig erdős területek mellett halad. A vadöltéses baleseteknek a számát szeretnénk ezzel csökkenteni, illetve megelőzni, de a legfontosabb az, hogy az emberekhez eljusson az az információ, hogy ezen a szakaszon körültekintően és óvatosan közlekedjenek, és figyeljenek oda a vadakra. Regionális híreink következnek. Összefogás a méhekért, a mézért, zárult a horvát-magyar projekt. Több mint 1 milliárd forintból korszerűsítik, megújul az egykori csokonai fogadó épülete Kaposváron. Ady Endre összeköt erdélyi és pécsi diákok közös emlékezése. Lezárult a B2B program, amely uniós forrásból finanszírozta a horvát és magyar méhészek kapcsolatának elmélyítését, a mézfogyasztás népszerűsítését. Másfél évig tartottak a közös programok, aminek keretében a két ország méhegészségügyi megállapodást is kötött, valamint közösen szerveztek programokat a mézfogyasztás népszerűsítésére. Mézes kóstoltatás a pécsi Kossuth téren, mézes reggeli a Szentlőrinci iskolában. Két program, ami egy mozzáruló pályázat keretében zajlott Baranya megyében. A helyi és a horvát méhészek kapcsolatának erősítését, együttműködését célozta meg a B2B projekt. Információcsere, ebben az információcserében méhegészségügy terén érint információk leginkább, elméleti oktatások, előadások, valamint szomszéd méhészeteknek a megtekintése volt benne, és tulajdonképpen megjelentünk iskolákban, óvodákban, a gyermekek körében népszerűsítettük a hazai termelői mézeket. Ugyanígy tettek a horvát méhészek is. Éppen a 2013-as horvátországi EU-s csatlakozás után született meg az akkori megyei vezetésben, hogy együttműködést hozzanak létre a két ország méhészei között. Mindenhol gond az, hogy a mézfogyasztás még nem érte el azt az Európai Uniós elvárható átlagot, ami egészségügyi szempontok szerint is jót tenne a lakosságnak, a gyermekeinknek, a felnőtteknek, és a projekt arról szól, hogy hogyan tudjuk megismertetni a méz jelentőségét az emberi fogyasztás alkalmával, különös tekintettel az egészségünkre, és hogyan tudjuk a termelői méznek a népszerűségét növelni a környezetünkben. Ezen kívül a méh egészségügyi kérdésekben is összedolgoznak a horvát és magyar szakemberek, hogy óvják a méh állomány egészségét. Jelenleg hazánkban 70 deka az éves mézfogyasztás átlagban egy emberre levetítve. Ezen szeretnének változtatni, illetve a hasonló nagyságú horvát fogyasztás
termesztést és feltornázni az ottani termelők jóvoltából. A másfél éves B2B program 250 ezer euróból valósult meg. Kedden tartották a megyei díszteremben a projektzáró konferenciát. Több mint 1 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból teljesen megújul Kaposváron az egykori csokonai fogadó, amely új funkciókat is kap. A műemlék épület helytörténeti és kulturális szempontból is jelentős. Egy itt tartott ceremónia ihlette 1798-ban Csokonai Vitéz Mihályt, a Dorottya, vagyis a Dámák diadalma a Fársángon című komikus eposz megírására. Fogadó, kávézó és étterem is működött a már jobb sorsa érdemes belvárosi épületben, amely egy uniós, 100%-os visszanemtérítendő támogatásból korszerűsödik. Ez az épület évek óta üresen áll. És a város ugye pár évvel ezelőtt ezt az épületet megvette, mert nem a város tulajdonában volt. És egyszerűen már nem tudta a városvezetése tovább elnézni, hogy az épület itt áll üresen, és gyakorlatilag pusztulásnak indult. És ezért született meg az a döntés, hogy ezt az épületet fel fogjuk újítani. Már megkezdődött a munka, ez azonban kívülről még nem látható, mondta a Kaposvári Önkormányzat műszaki és pályázati irodájának vezetője. Építészetileg teljesen kívülbelül meg fog újulni. Annak a munkálatai egyébként már ez is kezdődtek, tavaly ősszel átadtuk a munkaterületet a kivitelezőknek, akik elkezdték a munkát, ott kívülről ugye nem lehet látni, mert most a belső bontási munkákat végzik, bizonyít komoly födémcserék lesznek, tetőszerkezetcsere. A projekt célja a régóta használaton kívüli műemléképület felújítása, teljes körű rekonstrukciója és benne turisztikai attrakciók létrehozása, hiszen az épület helytörténeti és kultúrtörténeti szempontból is jelentős Kaposváron. Egy itt tartott ceremónia ihlette ugyanis Csokonai Vitéz Mihályt, a Dorottya, vagyis a Dámák diadala Fársángon című komikus eposz megírására 1798-ban. Ennek tiszteletére kapta nemrégiben új elnevezését, a Dorottya ház nevet is az egykori csokonai fogadó. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, fejlődés, ezek jellemzik leginkább a Lafarge Királyegyházi cementgyárának elmúlt évét. 2018 legfontosabb eseményeivel kapcsolatban a cég ügyvezetője Hoffman Tamás hangsúlyozta, továbbra is fontos célkitűzése a kiemelt ügyfélkezelés, a gyár fejlesztése és a helyi közösségek támogatása. Újabb sikeres évet zárta a Lafarge Királyegyházi cementgyára. A tavalyi évi eredményeket nem csak a pénzügyi mutatók határozzák meg, hanem a fenntarthatóság, illetve a felelősségvállalás terén tett erőfeszítések is megerősítik. A cég ügyvezetője számolt be stábunknak a 2018-as évi fontos eseményekről. Hoffman Tamás többek között kiemelte az Ami neked természetes, másnak ajándék elnevezésű önkéntes programot. Ebben a dolgozók részt vettek például gyümölcsosztáson, faültetésen és ételosztáson. Is. Tavaly nagy sikernek örvendett a közösségi értékprogramunk, melynek kapcsán több millió forintot osztottunk szét helyi közösségek számára, akik a következő témákba pályáztak: helyi közösségek építése, környezetvédelem, fenntarthatóság, ifjúsági nevelés. Tehát mind-mind olyan értéket támogattunk, ami azt gondoljuk, hogy itt a környékben nagy fontossággal bír. Az idei célkitűzések is ilyen irányba mutatnak, emelte ki az ügyvezető. Az egyik legfontosabb tényező az úgynevezett zéró ambíció, mely a teljes balesetmentességet jelenti a termelésben. Ezt különböző oktatásokkal, gyakorlati programokkal szeretnék elérni mind a dolgozók, mind a vállalkozók részéről. A másik fontos célunk a hatékony és kiemelt ügyfélkezelés. Ennek az egyik lépcsője a digitalizáció. Szeretnénk idén átállni a digitális számlára, az e-számlákra, illetve terveink között szerepel, hogy a végfelhasználóinkat különböző YouTube, illetve szociális médián keresztüli videókon keresztül tudjuk oktatni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés lesz az előző évekhez képest. Hoffman Tamás hangsúlyozta, idén egy komoly környezetvédelmi beruházásra is sor kerül a gyárban. Mintegy 5 millió euró értékben az alternatív tüzelőanyag felhasználó egységet fogják bővíteni. Ezzel drasztikusan csökkenthető a széndioxid kibocsátás. Az ügyvezető hozzátette, a Lafarge Baranya megye 5. legnagyobb vállalkozása lett. Nem titkolt cél, hogy a gyár a régió legjobb munkahelye szeretne lenni. A jövőben pedig továbbra is megbecsülik a munkavállalók szakértelmét és elhivatottságát, fűzte hozzá Hoffman Tamás.
Újra szenet adományozott a pécsi hőerőmű a rászorulóknak, a tüzelőanyag elosztásában a baptista szeretetszolgálat segít. Januárban több mint 15 tonna szenet kapnak a nélkülöző pécsi családok adományként a Veolia Energia Magyarország cégcsoporthoz tartozó Pannon Hőerőmű ZRT jóvoltából. Teherautó a csillaggondozóház előtt kedd délután. Szénadomány érkezett a baptista szeretetszolgálathoz a pécsi hőerőmű jóvoltából. A Veolia Társaság csoport nevében adjuk most át ezt a szénadományt, amelyet a Kőszén Kft.-vel karöltve biztosítunk a rászorulók számára. Ez a szénmennyiség mindegy 50 család egy hónapnyi tüzelőanyag igényét elégíti ki, és ezzel tulajdonképpen a régi bányász hagyományokat kívánjuk feleleveníteni, ahol a szolidaritás nagy szerepet játszott. Immár 4 éve adnak át szénadományt. Ez egy hosszú távra tervezett akció, mivel a vasasi szénbányát is hosszú távon szeretnék működtetni, mondja a vezérigazgató. A 100 éve elhunyt Ady Endre költészete kapcsolta össze, remélhetőleg nem csak egy napra, a pécsi Cserepka iskola és a szamosújvári Kemény Zsigmond magyar tannyelvű elméleti líceum közösségét. A költő halálának évfordulóján együtt emlékeztek rá tanulók és pedagógusok egyaránt. Halálának 100. évfordulója alkalmából 2019-et Ady emlékévvé nyilvánították. Ady verseket szavalnak épp a pécsi és a szamosújvári fiatalok. Az, hogy egymás előadását is hallják, a Skype-os összeköttetésnek köszönhető. A gimnazisták maguk választhatták ki a verset, így közelebb kerültek Ady Endre költészetéhez. Mint mindenkinek, nekem is az volt a feladatom, hogy egy általam választott verset hozzak. Én a Harca Nagyúrral című verset hoztam. 2016-ban adták át a szamosújvári magyar tannyelvű elméleti líceum épületét. Az iskola 2018. szeptembere óta viseli a pusztakamaráson eltemetett magyar romantikus író közéleti ember Kemény Zsigmond nevét. A pécsi Cserepka iskola és a szamosújvári intézmény jó kapcsolatot ápol. A mai nap apropóját gyakorlatilag egy december 1-i utazás előzte meg. Akkor vettük fel ismét a kapcsolatot a Kemény Zsigmond elméleti líceumban, amely Szamosújváron található. És akkor fogalmazódott meg bennünk az utazás során, amikor átmentünk Csucsán, keresztül haladtunk Kolozsváron, hogy hamarosan közeleg Ady Endre halálának 100. évfordulója, és hogy ez egy nagyon jó apropó lenne, hogy a két iskola első közös tevékenysége, első közös produkciója Ady Endréhez kötődjön. Ady Endre nevét számos iskola, közintézmény, utca és tér őrzi. 2013-ban avatták fel helyreállított síremlékét Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. Halálának 100. évfordulója alkalmából 2019-et Ady emlékévvé nyilvánították. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Nem elég jó minőségű az ivóvíz, 4 település felújítaná a víziközmű rendszerét. Beismerte, bűnösnek vallotta magát a halálos balesetet okozó buszsofőr. Letöltendő, 2 évre börtönbe megy egy paksi csaló. Figyelemfelhívás, autóra szerelhető vadriasztó sípokat osztottak a rendőrök. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett előfordulhat szűrt napsütés és elvétve hószálingózás is, de a jelentős mennyiségű csapadék nem várható, egész nap gyenge marad a légmozgás. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!